Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét tíz érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Zsivány 1 -esről. Csirút szerepére két jelöltje volt a stúdiónak, Donnie Yen és Jet Li. Kettejük között egyszerűen a pénz döntött, Jet Li 10 millió dollárt kért, Donnie Yen csak 4 milliót. Azonban a szerep elfogadása után is voltak Doni ennek problémái, ugyanis fél évre Londonba kellett költöznie, de nem akarta ott hagyni a családját. Végül fia győzte meg, hogy mindenképp vállalja el a szerepet, ugyanis hatalmas Star Wars rajongó. A filmzenét Michael Giacchino szerezte, aki már többször is dolgozott együtt J.J. abrams de pont az ébredő erőn nem. Egyébként egy beugró zeneszerzőről van szó, akinek egy hónapja volt rá, hogy elkészítse a film muzsikáját. Azt, hogy az eredeti zeneszerző miért hagyta ott a projektet, hivatalosan nem kommunikálták. Mindenesetre arról plegykáltak, hogy nem volt semmilyen feszültség, egyszerűen annyira elhúzódtak a zsivány egyes munkálatai, hogy egyéb szerződések kötötték, és így nem tudta vállalni, hogy elkészíti a zenéjét. Michael giacchino kapcsolódó érdekesség, hogy ez már a második alkalom, amikor egy John Williams nevével fémjelzett, ikonikus filmzenéhez készít folytatást, az első ilyen a Jurassic World volt. A filmben Csirút szájából elhangzik a Made the Force of Others Be With You kifejezés. Eredetileg ez a mondat így szerepel George Lucas első forgatókönyv változatában és a Dark Horse-os képregényben is. Geret Edwards, a film rendezője elárult egy interjúban, hogy a következő filmek voltak rá hatással, miközben forgatta a zsivány egyest. Alien, szányas fejvadász, apokalipszis most, illetve a világok arca baraka. A Star Wars színek során szinte hagyományosnak tekintető, hogy amikor látunk egy fegyvert, annak a megalkotásához egy valódi fegyvert vesznek alapul a múltból. Amikor Jim felszáll a hajóra, szerez egy pisztolyt, melynek elkészítéséhez a német Luger Parabellumot vették alapul. Akárcsak az évredő erőnél, ennél a mozinális plegykáltak arról, hogy Héden Christensen fel fog tűnni benne egy cameo erejéig. Sőt, voltak olyan hírportálok, melyek egyenesen tényként közölték, hogy ő fogja játszani Darth vader a Zsivány egyesben. Annak ellenére, hogy a karaktert láthatjuk pár pillanatra, ikonikus ruhája nélkül nem héden Christensen játsza. Azonban a hangját már megszokott módon James Earl Jones kölcsönözte. A nyilvánvaló tervrajzos akció mellett rengeteg egyéb dolgot is magyaráz a zsivány egyes. Például, hogy az új reményben a lázadóknak miért csak olyan kicsi flottája volt, amivel tudták támadni a halálcsillagot. Tulajdonképpen ezek az események magyarázzák azt is, hogy Luke Skywalkerből hogy lehetett olyan gyorsan pilóta, hiszen nagyon sok lázadó meghalt a zsivány egyes végső csatájában. Továbbá megfigyelhetjük, hogy Lukeból vörösötös lesz, és az előző vörösötössel találkozhatunk a zsivány egyesben, aki elhalálozik. Miután Gereth Edwards elvállalta a rendezést, lehetőséget kapott, hogy belépjen a nagy Star Wars raktárba. Itt találtak néhány dobozt, melyek eredeti felvételeket őriztek az új reményből. Ezekből a felvételekből jó párat felhasználtak a Zsivány 1-es munkálatai során, mégpedig az arany szakasz, illetve a vörös szakasz bemutatásához. A Zsivány 1 több cameo is van. Például az epizód 8 rendezője, Ryan Johnson azt a katonát játsza, aki kezeli a halálcsillag fegyverzetét. A szinte már Star Wars veteránnak tekinthető Warwick Davis is feltűnik egy apró szerepben. Továbbá a rendező Gerett Edwards is feltűnik egy pillanatra, a film vége fele lázadót játszik. A Zsivány egyesben említik a kiberkristályokat. Nos, ez nem teljesen új dolog, annak idején George Lucas első forgatókönyvében is szerepeltek, csak nem ezen a néven. Hivatalosan a Star Wars rajongók először ezzel az elnevezéssel Ellen Dean Foster könyvében találkozhattak, mely az új remény után jelent meg. Az alapötlet körülbelül annyi volt, hogy van egy fajta kristály, mely növeli a csedik erejét. Csirút említi a Zsivány egyesben, hogy minden nagyobb csillag magja egy kiberkristály. Ez pedig valamilyen szinten magyarázza, hogy a halál miért használja erőforrásként. Hát ennyi érdekessége sikerült összeszedni a Zsivány Egyesről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!